Now turn up. Mindenkinek sziasztok, és nincs még vége a szombatnak. Úgy gondoltam, hogy kisütött a nap, szép idő lett. Kicsit bemutatom ismételten a keki, vagy datira szilváimat. Továbbiakban is fönt figyelnek a fán. Lassan november 1-e ugye kedden, úgyhogy, de én még mindig fönt hagytam őket a fán, nem szedtem le. Egy pár darabot levettem, de még ők is ott benne nagyon kemények, úgyhogy nem tudom, mikor fognak bepuhulni. Na, nem tudom, mennyi szufla van az aksiban, lehet, hogy le fog merülni. Na mindegy, gyors körbe futunk, jó? Ugye nézzétek ezt a kis laposabb fajta kekit. Arra ez milyen szép sárga lett. De a levelei azok gyönyörűek. Gyönyörű színben pompáznak. Épp ezért is az elején csináltam azt a kis rövid minifilmet, a kis montázs. De brutális, milyen szépen rajt figyelnek a kekik itt. Oda nézzetek, ott is vagy. Vannak szép laposak. Érdekes ez a fajta, nem tudom. Meg nem mondom megint, mi a neve. A levelei szépen már telítve vannak itt a földön. Tele, tel is tele. Már jó formán lassan csak a termések figyelnek rajt. Na, menjünk is begyebb egy pöttyöt. Megnézzük ezeket, oda nézzetek, hogyan besárgultak már ők is. Eszméletlen, milyen szép sárgák. Gyönyörűek. Oda nézzetek. Hát akkor a, hát most a kezemhez viszonyítva, ide nézzetek, ekkorák, gyönyörű nagy darabok, meg szép egészségesek. Tehát hál' Istennek, úgymond a kekinek, vagy ennek a Latoya Szilvának, vagy kaki, még nem nagyon sok ellensége van, mert a tetejébe is figyelnek páran. Még, meg itt, jó, ezt lehet, hogy le is kéne szednem innen, mert ez az ágat is elég jó húzza, ez is jól teli van, úgyhogy lehet, hogy valamikor ezt lekapkodom. Hát itt is van egy jó. Sem tudja, hát 10 darab nincs is, de jó pár darab itt figyel, úgyhogy ezeket is lassan le kell szednem. Jóra nézhetek ott is, hogy sasolnak, szépen figyelnek rajta nagy gyümölcsök. Az a baj, az már le is törte az ágai, hát ott már lafognak lenn, ott lóg az ág, hát le is törte, akkor ágak vannak, mint az állat, hogy akkor a termések is inkább letördeli az ágat. Hát igen, metszeni kéne, de én nem metszem. Úgyhogy ja, itt is le van törve szerintem az ág, ez is már lent lafog. Hát mindegy, jövőre
majd ezeken már termésnapszak. Most kicsit abba hagytam, mert a hülye jégkrémes autó itt zenélt össze-vissza, nem akartam, hogy bent legyen a szignója, vagy ez a hülye zenéje. Úgyhogy kicsit abba hagytam a témát. Oda nézzetek, ott is fönt figyelnek. Mindenfelé gyönyörűen rajt lógnak a kekik, de hát ott is az ágat letört, az is letörte. Hát bízok benne, hogy azért jövőre azért marad még egy-két termőág. Nem gondoltam volna, hogy így letörik. Nagyon gyönge az ága ezeknek a fáknak, ahogy elnézem. Nos, egyet le is kaptam gyorsából. Itt van egy kis karcolás, hát remélem nem valami madár karcolgatta össze, de iszonyú kemény ez még. Úgyhogy lehet, hogy le is kéne szedni, mert ki tudja, nem fogják össze valami madarak csipegetni, vagy sose lehessen tudni. Úgyhogy lehet, hogy nem ártana leszedegetni őket, mert azért sajnálom, hogyha ilyen szép egészséges szilvák, vagy kekik, vagy Isten tudja mi, megsérülnének. Hát bízok benne, hogy csak ezt az egyet találtam most így hirtelen, így felnéztem a fára, de hát többet talán nem látok, úgyhogy hát ennek valami sérülése van. Mindegy, ez szerintem nem probléma, hogyha meg lehet enni, azért meg megesszük, mert be fog érni, és onnétól kezdve már talán jó lesz. Hát legalábbis bízok benne. No de, menjünk egy kicsit akkor beljebb. Megnézzük ezt a fát is, amely szintén gyönyörű, szép színekben pompázik. Ő is. Hát igen, most már elég jól lehullott róluk minden. De ide nézzetek, jövünk itt lefele, és itt szinte az ember lefejeli ezeket a nagy kekiket. Oda nézzetek, gyönyörűek, gyönyörűek. Hát tényleg, hál' Isten, hogy ilyen termés van, és ha lehet, akkor most már maradjon is meg, most már ahogy lepogyogjon nekem, vagy valami oknál fogva. Majd átfordulok, ne a nappa szembe legyek ma. És hát ezen a fán pedig ez itt védettebb helyen van. Van rajta egy-kettő, de hatalmasak, oda nézzetek, gyönyörű nagyok. Majd ha le lesz szedve, úgyis csinálok egy videót róluk, aztán lehet, hogy meg is kérem mondom azt, hogy pajtásom, amelyikor le kellene szednünk őket, mert az a tuti. Mert szinte letöri az ágat, hogy el van hajolva, nem bírja már, egyszerűen nem bírja már, akkorák lettek ezek a keki. Oda nézzetek, hát a kezemhez képest viszonyítva hatalmasak lettek. Hát ugye keveset nevel a fa, így jó, rendesen meg tudtak nőni. Rendesen, hál' Isten, most nem fajtak el. Azt jövőre mi lesz, azt nem tudom. És mellette itt a mézalmácska is, ezek milyen szép színekben pompázik, gyönyörű. A tetényegen is ennyi is legyen az rövid kis videó, csak mondom, ezt még bemutatom nektek, hogy gyönyörűen érnek. Majd mindenféleképp még lesz róla videó. November 1-e. Ugye, minden szentek halottak napja. És akkor folytassuk ismételten ezt a kis kekis történetet, jó, ezt a kis datója szilvás történetet. Ugye még nálam fönt vannak a fán, látható itt mögöttem, ott figyelnek a fákon. Ma lassan levél nem lesz, csak a kekik, ugye, fönt figyelnek, vagy kaki, vagy kinek mondja. Lassan le kell szednem őket, de még nem szeregetem le. Melyik elfélnek. Úgyhogy ráérek szerintem leszedni. Csak azért arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy november 1-én így néznek ki a kekifák. Na, mutatok, hogy nézzetek, milyen szép levelei vannak, gyönyörűek, és most már tényleg ezen a laposabb fajtán, nem tudom milyen se, ezen tényleg már csak a jóformán a termések figyelnek fönt, úgyhogy lehet, hogy ezeket le is kéne kapkodnom, mielőtt még itt fagy vagy valamit tönkre nem vágja. Ugye láthatnátok ezelőtt, hát azt nem is tudom mikor mutattam, amikor megvolt egy reped, mert összevágott film lesz ez, úgyhogy több, hát nem tudom, hogy nem egy hónapos, de 2-3 héten körbeül el ez a film, és látható, hogy most már így néznek ki, szép deresek. Ó, már le is hozzáérjek a levelekhez, azt potyannak le, rajt van a dér, vagy ez a kis harmatszerű valami. És az a repet, vagy nem is tudom milyen volt, ugye azt ma reggel meg is ettük, nagyon finom volt, éppen be is érett, és nem is volt olyan possad, nem vártuk meg, még úgy összeposad, de viszont így is nagyon finom volt, finom édes. Úgyhogy lehet, hogy nem ártott neki az, hogy most rajt lettek hagyva, neki rájuk jött ez a jó kis meleg,
Úgyhogy szerintem ez még jót is tett nekik. De erről milyen szép gyönyörűek ezek a levelek, nekem nagyon tetszenek. Iszonyú ilyen szép színekben pompáznak ezek a levél szőnyeg itt, hogy a lehullik róluk a levél. A másik kettőről még annyira nem, erről a laposabb verzióról, nem tudom mi ez. Ezeket lehet, hogy le is szedem, azt be is viszem. Aztán szépen érleljük ott bent őket, aztán meg hajrá, hajrá. Gyorsan megesszük. Na, elmegyünk arra hátrébb. Ezen is elég jól lehullott a levél, látható. Itt a fal mellett. Ezen is még rajt figyelnek a kis gombócák. Ott szépen ott lahvittanak. Ugye most már elég jó kitüremkednek, mert ugye a levél lehullik, nem marad más hátra, mint a gyümölcsök. Épp ezért a gyümölcsöket is lassan le kell szedni, mert szerintem nem akarom, nem tudom, hogy a fagy árt-e neki, ne, talán lesz valamelyik hajnalban valami fagy, nehogy nekem tönkre menjenek. Inkább beviszem, aztán ott benn szépen érleljük őket. Azt csináljuk, nézzetek, milyen szépen rajt figyelnek. Azt csináljuk, hogy almák közé tesszük egy kis zárt dobozban őket, és elvileg akkor sokkal-sokkal finomabb. Nem tudom, ezt valahol, valamikor hallottam, meg hamarabb beérik, vagy Isten tudja mi. Tehát mindig teszünk bele egy 5-6 darabot az almák közé, és a többi meg a la nature simán kint van, nincs bekeverve az almák közé. És elindulunk el hátra, természetesen hát milyen időnk lenne, oda nézzetek, ugye november 1-e, gyönyörű, szép, ködös reggel van, pókháló hegyek, itt megyek keresztül mindenen, most meglátszik. Remélem a lencse előtt nem maradt pókháló, hát bízok benne. Ha majd lesz, úgyis észreveszitek, jól lebeg a pók. Hát igen, még a szántással hátra van, a szántásom hátra van. Nem tudom, hogy mikor szántok, mikor se, fogalmam sincs. Valamikor le kell szántanom, mert ugye látható, a szomszédok is learadták, úgymond a nagy gazdák a kukoricát. Az is eltűnt, így nem előlünk, úgyhogy valamikor neki kéne állnom már szántani. Nézzetek oda, ugye, amit föl lett kapálva, ugye 151-es Robival, már hagymák szépen nőnek. Na nézzetek, itt már szép, ott a sor, szépen látszik a sor. Már növögetnek a hagymák, azt is nemrég kapáltam föl. Hát ugye rájött ez a jó kis meleg, és a salátát is már növögetnek. Oda nézzetek, ilyen kis picikék. Meg ott egy kupacca, ugye, ami mai micsoda. Ebből még lehet esetleg pótolni, hogyha kimegy valahonnét. Hát ugye paprikák ma odáig vannak meg vissza, úgyhogy lassan-lassan szántás lesz. Hát ilyen, ennyi a látó távolság ekkora. Össz-visz, tehát nem azt mondom, a kert végében már köd van, de elég rendesen be van. Pedig fújtog áll a szél, de ugye inkább hord hozza ide valamit, ezt a hülye ködöt. Na, hát ősz van, mire várunk, sőt lassan már tél, ősz. Na figyeljetek, itt ez a asponya is. Na nézzetek, hát ez is, ezt nem tudom, hogy mikor érik be, meg mikor se, de ugye ez is rajt figyel a fán. Teljes mértékben még rajt figyel. Úgy döntöttünk asszonypajtással, hogy hát egy pár kilót ebből is eladunk, hogyha valakit érdekel, vagy valakit se. Fogalmam nincs, hogy kit érdekel, vagy kit sem, mert nézegettem az árakat, hát igen, 6-800 forint, 500 ér. Hát mi úgy gondoltuk asszonypajtásra, legyen 400, ha valakit érdekel esetleg 400 forint ér, akár el is postázom, ha nagyon valakit érdekel. Tehát 400 forint per kiló. De ki is fogom tenni a marketplace-re, vagy Isten tudja mi a franca neve. Oda ki is teszem, hogy van. Hát ilyenek, most látható. Ilyenek ezek a ekkorák, nem tudom, hogy most mi a neve. Valamikor, valahol megvan, amikor rendeltem, de Isten tudja már mi a neve. Úgyhogy erről nem is akarok nyilatkozni. Azért mondom, hogy ilyenek, és garantáltan vegyszermentesek. Tehát nincs semmilyen maszat, meg ez, meg az rájuk nyomatva. Ez így, ahogy van. Bio cucc. Tehát azért mondom, hogy ha valakit nagyon érdekel, ennyit tavaly is
mutattam egy pár videóban, láthattátok, rajt maradt, meg rajt rohadt, meg mit tudom én, télen is rajt volt még a ilyen fene a spanyol asszonypajtásnak, amennyi kell, szerintem amennyi, annyi lesz rajt, meg hát hogyha többlet van, ha valaki tényleg nagyon érdekel, akkor a 400 forint per kiló eladó. De tényleg ki is fogom tenni, úgyhogy esetleg majd ott találkoztok a hirdetésemmel. Na, ez csak a reklám helye volt az üzlet. Na mindegy, az a lényeg, látjátok, azért van rajt bőven, még bőven, hát egy nem tudom hány kiló, de valamennyi legyen róla. Tehát itt nem valami csoda, most kirakjam 1000, úgyse a büdös életben nem viszi el senki, lehet, hogy 400 érse, de nem arról van szó. Hogyha tényleg valakit érdekel ennyi pénzért, akkor írjon rám, bár mikor, vagy a videó alá, vagy pedig a privát e-mail címem ott van, ott is rám írhat, és akkor, ha kell, tényleg én szívesen, ugyanúgy, mint Gesztenyét is tudtam postázni, ezt is tudok postázni, mert szerintem az, amilyen kemény, ennek még bőven kell, ugye kis idő még beérik, úgyhogy nyugodtan postázható, szerintem nem fog megromlani a postázás alatt, vagy postai úton sem. Kérem szépen, gyorsából le is szedtem pár szemet, mert hát ez kint lógott a kerítésen kívül, nem szerettem volna, a szarkák jöttek volna, azt leszedik, ugye a két lábú szarka, amúgy is szarkának két lába van, de egész más szarkákra gondoltam. Na, utána nézzetek, itt is találtam egy ilyen sebes ültetet, ez már lassan fogyasztható lesz, csak hideg. Most meg is vágnám szívesen, de nagyon hideg, úgyhogy várunk bele egy kicsit, vegye át itt a hőmérsékletet. Többiek még ilyen kis keménykék, még mi a fene, úgyhogy ez nem fogyasztható. Ezek a laposabb verzió, mint egy paradicsom, látjátok, olyan, hogy hasonlít rá, nem tudom eznek milyen íze lesz, fogalmam nincs, de ők is még kősziklák, úgyhogy ez a kettő, amit találtam rajta fán, azon az ágon, ezek amik úgy már kezdenek, de még ő is kemény, még nem az igazi. Egy-két napot itt benne lesz, aztán már jó is lesz szám, hogy nem probléma. Ezt a sérültet nem is tesszük a többi közé, mert hát ez hamar be rohadt szerintem. Na de mutatom az ablakban a kis tégeit, vagy ezt a kis műanyag hülyeséget. Nézzetek, ebben vannak bent, hogy egy mondtam, almák között a kekik. Ugye ezek már régebb óta bent figyelnek, az első szedés, és egy pár szem alma, bent vannak a kekik, ugye rá van, vagy kaki, vagy tatolyaszil, vagy Isten tudja mi a francia neve, és szépen itt bent dinsztelődnek, vagy gőzelődnek, vagy Isten tudja mi a francnak mondjam, és így, hát azt mondják, hamarabb beérik, meg jobb íze lesz, nem tudom, de szerintem lehet, hogy van benne valami igazság. Jó, ennyi lett volna akkor ez az egész, aztán majd valamikor feltöltöm, és még nincs vége a videónak, majd a teljes szüretet is le akarom videózni. Immáron vasárnap van, azaz november 5-e, ez elég kellemetlen idő van, és mind a háttérben látható, ott egy kicsit látható, hogy a keki, azaz kaki, elég jelenesen leszórta a leveleit, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most már tényleg itt az ideje, aztán leszületeljük a francba, leszedjük, nem válogatok én tovább, mert ahogy nézegettem videókat, hogy a mínuszok már nem igazán tetszenek neki, tönk nem a gyümölcs. Úgyhogy ezt meg nem szeretném, hogy itt, ha már egyszer normális termés hozott, akkor tényleg tönkre menjen egy lustaság véget, mert ösztönöm nem szedni. Nem azért nem ösztönöm nem szedni, mert úgy gondoltam, hogy amilyen szép idő volt ezelőtt héten is, meg a hét elején is, november 1-én is gyönyörű napsütés, úgyhogy szerintem hadd legyen a fán még a gyümölcs, de én azt mondom, most már elég zord idő, tegnap is amilyen zord idő, ugye tegnap az a szombat délután még melóztam, úgyhogy épp ezért sajnos ne aragudjatok, de szerintem a hétvégén abszolút nem lesz szerelgetés, mert egyszerűen ki vagyok pusztanva, valamikor pihenni is kellene egy kicsikét. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy asszonypajtásra megbeszéltük, hogy leszedjük a kekit, aztán megmutatom akkor majd a végeredményt, de előtte akkor nézzük meg a fákat, jó? Apropó, itt a videó végén még elmondom, hogy ugye a videóban ajánlgattam hátul a naspaját, azt már senki ne kérjen, mert ahogy ki felraktam marketplace-re, vagy nem is tudom hova, el is vitték, úgyhogy már vissza kellett mondanom pár vevőt, úgyhogy az már nincs. Ami volt, mert a fán az a pár szem,
az már asszonypajtásnak elég lesz. Úgyhogy az már nem aktuális, tehát ami videó közepén szerepelt 400 forint per kilogram, az már itt a videó vége fele már nem aktuális, jó? Most is közelítsünk akkor ide a kekikhez, nézzétek, és itt a ház mellett lévő ki egyik fára. Hát, alig van már rajt levél, látható. Alig van már rajt levél, és most már csak a gyümölcsök lógnak itt össze-vissza, úgyhogy ezeket szerintem minél előbb le kell szednem, mert nem szeretném tényleg. Most volt ez a... ma is fúj a szél egy picikét, tegnap is fújt a szél elég rendesen, és nem szeretném azt, hogy tényleg vagy a szél egy... már még elég rendesen ragaszkodnak az ágakhoz, ugye látható, hogy egy-kettő még elég csüng az ág végén, vagy csak a kopasz ágak és a kekik. Nem szeretném, ha tényleg lepotyogna, vagy valami probléma, vagy valami madarak megcsipkednék, vagy Isten tudja, mit találná, mert ugye már nagyon ne, és nézzétek, oda itt is már csak a gombócák lógnak a fán, úgyhogy ezeket mindenféleképp le kell szedni. Nem akarom tovább rajt hagyogatni, meg ma is eléggé van szomorkás az idő, nagyon nehezen ki tudtam azért nyögni. Úgyhogy én ezeket nem hagyom tovább rajt, nehogy tényleg tönkre menjenek. Úgyhogy szerintem kihúzom a létrát, aztán szépen leszedegetem, hogy itt is már ugye már egy-két hát van még levél a fán, de nem sok, de a gyümölcsök szépen ott rajt figyelnek. Meg tényleg nem szeretném azt, hogyha valaki most már nagyon könnyen észrevenni, aztán az venném észre, hogy micsoda nincs rajta fán. Egyszerűen csak már csak az üres ágak maradnak itt. Hát igen, sokan. Vannak ám azért szarkák mindenfelé, ezt tudjátok jól, ugye? Na, megyek, hozok létrát. Meg hát, mint látható, azért elég rendesen húzzák az ágakat. Nem szeretném, ha letördelni az ágait, egy pár így is letört. De hát jövőre azért talán még marad azért termőág. Hát ugye jövőre, ki tudja még mi lesz addig, úgyhogy sose lehet tudni, de minden esetre én most ezeket mind leszedem, aztán szépen be a spájzba, és mindig csak annyit teszünk be érlelni, amennyi éppen kell. És akkor látható, hogy itt vannak az ágon. Hát ugye lehet csavargatni is, sokan csavargatják, azt leesik, csak a csavargatásnak nem vagyok híve, mert ha kis vékony ágon van, ha nem fogja meg az ember normálisan az ágat, lehet, hogy az ágat is letöri vele együtt, vagy lecsavargatja, akarom mondani. Metszőolló, vagy egy nagyobb olló, aztán szépen alányul az ember, mert elég stabilan tartja, de van vágva, és íme elég szép kis péllány. Megy is a ládikába. Így, itt a másik, ugyanúgy. Én látjátok az ág mekkorát visszahúrott, már nem is látjátok az ágat itt. Ugyan, ennyire lehúzta sajnos a, nem sajnos, hál' Istennek, ugye ennyire lehúzta az ágat ez a szép kis gyümölcsöcske. Na, és akkor itt van még, ja, nem látjátok, ugye? Följebb teszem, így, most már látjátok. Ugyanaz a szisztéma, tehát ollóval. Én így szedem a kekit, hát szedem. Akár hisztek, akár ez az első szüret, ami a normális, mármint hogy van bőven. De tényleg szép példányok, le akarom meg. Látható, hogy elég, hát van egy-két úgymond sebesült, valami oknál fogva, de ezek elég szépek. Nos, amit még itt elérek kézzel, azokat én itt a földről, úgymond még a földön járva leszedem. De úgy is ez az ág, látjátok, úgy lehúzza, mint az állat, úgyhogy megszabadítom a súlytól. Oda nézzetek. Gyönyörű. Na. Két darab. Azt mondom, fél kiló a kettő, de szép darabok. Na, és így folytatom, jó? Aztán majd a végeredményből beszámolok. Kérem szépen, íme első kisfa, ami itt a ház mellett volt. Hát elő kellett hoznom a létrának hosszabbítóját is, mert elég magasan voltak már, kaszkadőrkel nem kellett ott fönt, hogy le tudjam venni, de megszabadítottam a súlytól e fát, úgyhogy ezen a fán már nincs egy darab se, hogy elnézem.
ha csak véletlenül el nem bújt a levelek mögött, de nem hiszem, én úgy nézem, hogy már nincs. Na és itt a termés, ebben a kis ládikában, nézzetek oda! Oda nézzetek, van itt egy-két szép példány, úgyhogy ennek örülök, nagyon örülök neki. Hú, már nyerek nagyokat, de hát ugye ezek még ugye nem fogyaszthatók. Ezekkel még azért lesz munka, ugye be kell érlelni őket. Alma közt, vagy néztem egy új módszert, pálinkával meglocsolt kis dobozkába, zárható dobozkában. Elrakják. Ezt még nem próbáltam soha büdös életbe. Amúgy is van, még van, amikor kaptam pálinkát, azóta is megvan, vagy barac pálinka, vagy kajszi pálinka. Én nem tudom, mire felhasználni, mert mondom, nekem nem kell, nem iszok alkoholt. De viszont akkor most erre célra lehet, hogy jó lesz, hogy megpróbálok egy 3-4 szemet beletenni ilyen zárható műanyag dobozkába, amely légmentesen lezárja, egy-két kanálka, egy kis picike páleszt az aljára önteni, lezárni, és egy 4 nap múlva elvileg. Elvileg a keménysége az ugyanígy megmarad ilyen kemény, de viszont fogyasztható lesz, már a belseje beélik, beédesedik. Nem, ezt még nem próbáltam soha bűnös életben, nem is hallottam róla. Ezt most szembesültem a ténnyel, hogy keresgéltem ilyen dolgokat, hogy én csak az almát tudtam, hogy almával összezárva. Hát ugye láthattátok, az almával összezárva is egy pár szem almát tettünk, pár szem ki Keki közé, vagy Datoja Szilva közé. Ugye ez hivatalosan lehet, hogy többet kéne tenni, több almát, de ez bőven elég. Ez nekünk bőven elég, azt a 4-5 szem kekit beéleli így is. Úgy is, nem kell ide annyi. Hát jó, lehet többet tenni, kinek, hogy gondolja, kinek mi vált be. Én nem akarok itt senkit oktatni, nem is oktatófilm, ez ismételten egy bemutatófilm, hogy ilyen lett a termésem, és mindenki úgy érleli otthon a kekét, ahogy akarja. Az a lényeg, hogy így, hogy most leszeded a fáról, így ne edd meg, mert hát elég érdekes dolgok lesznek a szádban, összehúzza, mint az állat, hogy olyan lesz, olyan érzésed lesz, mint a szőrös lenne a nyelved. Úgyhogy jobb, ha nem kóstolod, nem eszed meg így, ahogy van keményen. Mindenféleképp utó kell érlelni. Na, megyek előre. Ott is születelek egy picikét. Aztán megnézzük majd a végeredményt. Ime, itt a két fa, akkor most már 3 fa termése, mert ezeket a picikéket, hát ide belekevertem a, úgymond a nagyok közé, hát látható, ezek olyan kis picikék lettek. Nem tudom, meglátjuk ezeknek milyen íze van, fogalmam sincs. De elvileg az az első fa, ami elvileg, úgymond úgy vettem onnan, hogy vanília ízű, kicsit vaníliás íze van, nem tudom, fogalmam sincs mi a neve. Ez, hát látható, egy kicsit másabb is a, hát nem mondanám másnak, nézzetek oda. Szerintem ugyanolyan alakja van, csak egyik nagy, a másik kisebb. De látható, ott is elég szép kis példányok közbe akadtak. Elég szép nagyok, úgyhogy gyönyörűek. Nem bírok belük vetelni. Hát azért is csinálom ezt a videót, mert ki tudja, jövőre lesz-e vagy sem. Úgyhogy most, ha már egyszer termet idén, akkor már azért is gondoltam, hogy akkor már csinálok a szüretről is egy kis zsírót. Hát úgy szüret, hogy láthatjátok, hogy akkor leszettem és mennyi lett. Hát méregetni nem méregetem, de mit tudom, hány kiló lehet, ez fogalmam nincs, de azért van súlya, higgyétek el, van súlya. Most még keresek még egy regeszt, mert még egy fám van, úgyhogy még egy, hát egy kb. Ennyi lesz szerintem. Úgyhogy nekiállok annak a fának is. És vége. Nem kis meló volt, az tény is való. Abszolút nem kis meló volt, de tudjátok? Szeretnék jövőre is, persze, addig még sok víz lefolyik itt a közeli kerkán. Nagyon sok. Szeretnék még egyszer ugyanígy elfáradni, mint most ebben a szüretben. Ki is dobott a víz rajta, amúgy az egy kis pufi mellény, ugye. Hát az elején úgy csináltam, hogy ugye nem, még azt mondja, hogy sem segített. Lefelé járkáltam 3-asával, 4-esével, vagy a kedembe beférve a zsebeimbe, nem akartam dobálózni, meg talisznyát vinni, meg mit tudom itt a fára, meg a létre raggatni. Hát szépen legyalogoltam, fegyelföl. Hát rendesen kidobott a víz, lehet, hogy látszik is, nem tudom. De megérte, és tényleg, mint mondottam, szeretnék jövőre is ugyanígy elfáradni a szüretben. Apropó szüret, nézzetek oda, itt van a teríték hátam mögött. De még mielőtt elköszönnék, vagy bemutatnám a terítéket, amelyet itt láthattok is mögöttem. Egyet a böglessünk, jó? A töblegetés nem maradjon már. Ha már vas szombaton úgyse tudtam videót készíteni, akkor ha valami töblegessünk, és a töblegetésnek a tárgya most, ez az új L, amely szerintem ilyen karácsonyi kiadásos
dolog. Lehet látni, micsoda a design. Ebből van két fajta, ugye van azt hiszem a kék dobozos, vagy milyen színű, Isten tudja milyen színű, meg van ez a zöld, amely ugye elvileg gyömbér és citrom ízesítésű méreg. Na, ezzel fogunk köblegetni, aztán meglátjuk, hogy még én sem kóstoltam, csak láttam a kollégáknál, ugye a céges automatából lett véve, rajta van még a címke, lekapartam róla, mert hát ugye ez kell, mint többször elmondottam, ugye nálunk, ugye mivel élelmiszerrel foglalkozunk, minden bevitt dolgot, italt, csokit, bármit, ami kapható ilyen helyeken, azt le kell címkészetni, hogy kifele ne legyen ebből gond, vagy azt higgyék, hogy loptad. Na, tehát ez is rajta volt a címke, csak letéptem róla. Ugye céges automata, máshol még nem nagyon láttam ezt a fajta helyt, de itt már találtam. És ha lesz Monster, gondolom karácsonyra valamit kitolnak ők is, őket is meg fogom kóstolni természetesen, és természetesen meg fogom kóstolni ennek a másik verzióját is, amely azt hiszem vanília, meg nem mondom micsoda, bocsássatok meg, de nem tudom, vanília meg valami, nem tudom mi, de vaníliás valami. Azt mondják, az finomabb, ez a gyömbéres citrom, ez nem annyira, úgyhogy most ezt megkóstoljuk. Nem tudom, kollégám, föl van iratkozva a csatornámra, és nézed ezt a videót, amelyet, ugye ezt a helyet, ezt tőle kaptam, úgymond, mert hát véletlen az automatába ezt vette, és ő neki nem kellett, mert azt mondta, nem szereti a gyömbért, utána vette észre a gyömbéres, úgyhogy egész köszönöm szépen még egyszer, persze nem engedte kifizetni, úgyhogy örök hálám üldözzöm, úgyhogy, hát ő is valamilyen szinten egy ajándék nekem, úgyhogy, tehát neked is egészségetekre, meg úgy mindenkinek egészségére, jó? És akkor kóstolás. Illatminta. Hát a gyömbéres Monstert imádom. Imádom. Jó illata van ennek is. Egészségetekre. Aha. Haj az a Monster. Érzem a Monster ízét a picikét. De utólagosan érzem ezt a kis keselnyi és tipikus hell ízt. Legalábbis számomra hellek azért is érdekesek, mert mindig van egy kis keselnyi és utóíze. De finom. Én nem tudom, mit Patrik, mit nem szerettél ezen. Szerintem nagyon finom. Na, egészségedre neked is, és a többieknek, akik nézik ezt a videót. Egészségetekre. Most csak akkor íma teríték. Íma teríték, még egy kevéske jutott ebbe a kosárba is. 100, hú, bakker, meg nem mondom, 145 vagy 154 darab asszonypajtás képet volt megszámolni őket. Én most ezt nem fogom végig számutogatni, hogy hány darab, de elvileg ő megszámolta, úgyhogy 154 vagy 145 darab, nem tudom, 10 ide vagy 10 oda, nem tudom. Nos, kérem szépen, gyönyörű, gyönyörű, gyönyörűek, szépek, egészségesek. Hát van egy-két ilyen fura, mint néha például lesz, nézzetek oda. Oda nézzetek, ez ilyen fura, érdekes kinövés van az oldalán. Lehet, hogy ez egy hím, imar nevű. Akar lenni, nem tudom, fogalmam sincs, hogy ez most ő mi akar lenni különösebben, de tök érdekes alakja lett neki. Mert így mutatom, hogy jobban látszik, mert a sárgán nem nagyon látszik, tehát így tök érdekes alakja van. Na, meg van egy, hát ez már elég jó, repedett, nem tudom mi találtam meg, mi sem, fogalmam sincs, de ez már elég szép színben is pompázik, szóval ennek már sok nem kell, hogy megérjem. Két darabot fennhagytam a fám. Az első fám nem értem el, a franc, aki kaszkar őrködik. Már mondom, fönnhagyom mutatóba, nem tudom, mikor fog leesni, kíváncsi leszek rá, hogy meddig fogják fönnbírni a fán. Az a kettő már ide vagy oda megy, az már nem számít. Hál' Isten, épp ezért mondtam, hogy bár jövőre is szeretnék úgy elfáradni ebben a keki szüretben, mint most. Úgyhogy, hogy apropó. Ugye pár ágat itt van, nem azért hoztam ide, hogy egy dizájnkodjak vele, meg mit tudom, mit csináljak vele, hanem csak azt akartam ebbe illusztrálni, hogy látjátok, egy kicsit hozzáér az ember, és törik, mint az állat. Szóval nagyon könnyen törik. Hát, ja, bocsássatok meg, kezem az alumínium létre megfogta ilyen szürke színát. Nem azért, mert már szürkülök, hanem egyelőre még a létre fogta meg. Na, azt akartam mutatni, hogy figyeljetek, kicsit megnyomja az ember. Már pattanik is. Tehát olyan könnyen elpattanik ez az ág, hogy
Hát azért is, ha tehetem, akkor ollóva, mert a hajlítást ezt nem igazán bírja, látja, főleg ezek a vékonyak részek, ahol a gyümölcsök figyelnek rajt. Nagyon könnyen letörik. Kicsit hozzáér az ember, főleg ilyen kis vékonykák, látják, pillanatokat pattani kell, tehát ez is domolja. Sajnos, hát ennyi veszendőség, de oda ezek pillanatokat eltörik az ága. Nagyon könnyen törik, úgyhogy óvatosan a szedéssel. Hát persze most már szerintem, aki tudta, leszedte a dolgokat, de olyan szép nagy ágak letörtek, jövőre ezen már termőág lett volna. Hát ha a fagy el nem viszi, persze jövőre az még kérdéses, hogy mi lesz, még jövőre látható, hogy sajnos ez is eltört. Kicsit hozzáér az ember, meg pár darab még ma, ezt csak ennyit szedtem össze a mutatóba, többet nem. De ilyen vastag ág is egy kicsit megvan, hajlítva, hogyan tekered, vagy szeded róla a gyümölcsöt, aztán már törik is el a francba. Tehát nagyon könnyen eltörnek ezek az ágak. Sajnos könnyen törik ez a fa. Nem egy fűzfa, amit lehet hajlítani, ugye, mint amik itt vannak, ezek a göndörfűz, meg a szomori fűz, meg mit tudom is rák. Ezeket azokat hajlíthatod, főleg tavasszal, de ezeket sajnos nem. Na hát ennyi lett, láthatjátok. Most nem büszkélkedjek vele, de valamilyen szinten azért ölök neki, hogy megérte ezeket a fákat annak idején elültetnem. Aztán most tényleg megmutatták, hogy miért is teremnek. Ugye, mint mondottam eddig, sajnos minden éven a fagy elvitte, szép kis hajtások voltak, vagy akár már még nem volt virágzásban, inkább hajtások voltak, aztán puf, jött a fagy, aztán ugye, hogy minden kajszit, minden hülyeséget, diót, mindent elvitt. Idén szerintem elég nagyot arattak a diósok is, elég sok dió is van, látom, hogy hirdetik az állat, meg keki is elég sokat hirdetnek, vagy a törszilvát, úgyhogy szerintem mindenkinél most debütált, most elég jó idő volt, elég jó tavasz volt. De tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretjük is. Gondolkodtunk rajta, hogy el kéne belőle adni egy 20 szemet, de az az igazság, hogy nem tudom, van-e rá piac. Én 200 forintot gondoltam darabjáért, de inkább nem. Tudjátok, inkább nem adom el, mert inkább megesszük. Lesz, ami lesz, még ha ránk rohad is, nem érdekes. Mert ugye, mint mondottam, hogy úgy akarjuk megcsinálni, vagyis úgy van megoldva, hogy ugye bent van az almák közt érlelve, mindig egy 10 szem kb. Ugye én nem úgy csinálom, mint az elején is most már mondtam, vagy a videó közepén elmondtam, hogy sok alma, kevés keki, hanem hát ugye egálban vannak sac per kb-ra, aztán amikor már puhább, meg egy kicsit puhul, jó, szeretem úgyis, mikor már szinte üveges átlátszó rajt, mint mutattam, nem tudom melyik videómban, lehet, hogy mutattam is, vagy ebbe a videóban, ezt nem tudom, már fogalmam sincs, mikor kezdtem ezt a videót. De elég hosszú is lesz a videó, bocsássatok meg, de ezt el kell mondani egy-két dolgot. Még egyszer megemlítem, hogy nyugodtan be lehet rakni almák közé. Ugye természetesen így nem fogyasztható, mert ugye kőkemény, kőszikla, hiába nyomkodom, ez nem fog belapulni. Almák közé 4 nap után, 5 nap után kiveszi az ember, vagy megnyomkodja, mikor már puha, már fogyasztható is. Vagy esetleg egy dobozkába bele, egy zárható dobozba, ilyen hűtős doboz, vagy így a műanyag dobozkában van teteje, faszán frankó le lehet légmentesen zárni, és egy pár kávéskanálka kis pálinka, nem sok, pár kávéskanálka, beletenni, amennyit belefér, mit tudom, hány szem fér bele abba a dobozkába, és egy 4 nap után már szerintem. Elvileg azt mondják, hogy nem próbáltam még, de lehet, hogy kipróbáljuk, hogy tényleg megkeményedik a széle, vagyis kemény marad a külseje, de viszont már finom, édes lesz a húsa. Természetesen így nem fogyasztható, mert tényleg olyan érzésed lesz, mint a szőrös lenne a nyelved. Ezt már elmondtam, de még a videó végén itt egyszer megemlítem, hogy mindenki tudja. És azt hiszem ezzel a videó véget is ért, ez a kekis videó, ígérem, idén már többet nem foglalkozok a kekivel, de sajnos, vagy nem sajnos, de ezt muszáj volt most bemutatnom, mert jövőre tényleg ki tudja, mi lesz. Lehet, hogy semmi. Lehet, hogy elfogy a francba, aztán kész. Természetesen, ha lesz jövőre is, meg ha megérem, akkor lesz ismételten róla a videó. Jó? Kérem szépen, akkor ennyi lett volna ez a kis rövidnek tűnő videó, ami lehet, hogy egy órás lesz, amely még a mai nap folyamán, az vasárnap szerintem fönt lesz, mert az elejét már összevágtam, összeszerkesztettem. A mai ez a kis része, ez a kis videó, amit most veszek föl vasárnap. Ezt kell még hozzácsapnom, aztán szerintem a mai nap folyamán még fönt is lesz. Hát bízok benne, hogy valamilyen szinten tetszeni fog a videó nektek. Megpróbáltam valamilyen szinten bemutatni ezeket a kekiket, amelyeket ugye most már itt teremtek nálam. Aztán
immáron gyönyörű példányok teremtek. Hála szerintem annak is, hogy jó volt a tavasz, nem fagyott el idén. A másik meg az, hogy ugye a nagy szárazság volt tavasszal, az igaz, de viszont ősszel elég sok egy-két hetes eső rájött, és ugye hát ők, aki még akkor növekedésben voltak szerintem a gyümölcsök, és szépen meg tudtak nőni, tehát nem maradtak ilyen kis cserevészek. Hát van benne egy-kettő, ugye ezek kis picikék, ezek az a paradicsom forma, én csak annak mondom, nem tudom milyen neve, fogalmam sincs. Nem tudom, hogy ennek milyen íze van, majd ebből is teszek be egy-kettőt az almák közé kíváncsiságképpen. Megpróbáljuk, hogy milyen íze van ennek a picikének. Ugye, ha jól emlékszem, a rózsaszín, az az ebben a ládában nem látjátok, hál' Isten, jó van. Abban vannak a vanília ízűek, elvileg vanília ízű, a többi nem tudom micsoda, fogalmam is nem is érdekes. De elvileg azt úgy vettem, hogy az vanília ízű. Jó lehet, hogy ez ilyen úgymond parazvakítás volt az eladó részéről, hogy minél jobban vigyék a keki fáit, az oltványait. Én is így adnám el, úgyse jönnek vissza, amikor már érik, nem? Ugyanígy érdemes diót is eladni, mert mire a diót eredni fog, már azt se tudják, hol vagyok. Na, jó, úgy lehet, hogy na, tényleg most már befejezem, mert nem pofázgatok sokat, mert eléggé neki van szomorkodva az idő, még a végén megjön az eső, hál' Isten kibírta, még leszedtem, szépen most befűztük őket a spájzba, így ahogy van rekeszestő, látástú, aztán onnét mindig egy 10 szemet, vagy valamit beteszünk zacsekba, meg kipróbáljuk ezt a pálinkás módszert, ezt még nem próbáltam soha, de próbáljátok ki ti is, hogy kevés pálinkába beleteszitek, de tényleg csak az aljába priccelni kell elvileg, vagy kávéskanállal beleelőgybelitek, vagy egy evő kanállal az aljára épp, hogy legyen rajt, aztán bele a kekiket, tehát nem túl sokat, bocsássatok meg, 25-szer mondtam, de ezt ki fogom próbálni is. Ki fogom próbálni. Jó? Jó, akkor tényleg erre a hétre ennyi lett volna a videózás. Sajnos, ez van, emberek. Ha nem kell dolgoznom tegnap, akkor esetleg nekiálltam volna a valamelyik fűrészgépemnek, vagy a heknek, a kis egykezeset, ugye ezt, hogy meg kéne fűrészelnem a csavarokat, hogy tudjam tekergetni. Vagy pedig de a stílt, úgy gondoltam, lehet, hogy a 28-as stílt, 0-28-as stílhez hozatok ezt-azt, meglátjuk, meg még ott az a kis partner gépem, amit kaptam ugye nemrég, úgyhogy annak is azt is meg fel kéne élesztenem, amiből karburátor hiányzik. Meg hát ott a többi is, ne is mondjam a többit, jó? Úgyhogy adjuk a francba, nem regélem itt. Tehát bocsássatok meg, hogy nem szerelős videóval zárom ezt a hetet, de hát így ez dobta a gép, úgyhogy amíg ez a karácsony hajtás van, szerintem ez lesz. Sajnos ez lesz. Aztán utána januárban már tingli-tanglő van, mert ugye mindenki kiköltekezik, elköltött az összes pénzét, nem lesz miből vásárolnia, úgyhogy akkor már tingli-tanglő van. Mind általában minden éven ez megszokott dolog, hogy január-február az ilyen, hát ilyen pia, tingli-tangli meló van, úgyhogy nagyon kevés a rendelés. Na jó, van tényleg emberek, akkor befejezem. Mindenkinek a legjobbakat. Csákány, sziasztok! És egészségetekre!